megismétlik a bolíviai választást. Az ország elnöke Evo Morales a döntést az Amerikai Államok Szervezetének vasárnap közzétett közleményével indokolta, amely szerint az október 20-ai elnökválasztáson nyilvánvaló szabálytalanságok történtek. Az ellenzék már eddig is csalással vádolta az elnököt, az eredmények közzététele óta rendszeresek a tüntetések az országban. Az első számú célom az életek védelme, a béke fenntartása, a társadalmi igazságosság, a gazdasági stabilitás és az egység biztosítása az egész bolíviai közösség számára, mondta Morales vasárnap. Az államfő egy új választási bizottság felállítását is megígérte, és elítélte azokat a tüntetőket, akik elfoglalták két állami médium székházát. Egyben békéltető tárgyalásokat kezdeményezett a nagypártok részvételével, amire még Ferenc pápát is meghívta. A választáson második helyen végzett Carlos Mesa viszont elutasította a meghívást azzal az indokkal, hogy Evo Morales elvesztette minden realitás érzékét, a felelősség pedig csak őt terheli. A bolíviai elnök hatalmát a rendőrség megosztottsága is gyengíti. Sokan az ellenzékkel szimpatizálnak a testületben, több egység megtagadta a szolgálatot, köztük az elnöki palota őrei is.